Sziasztok, Lupius vagyok. Ebben a rövid videóban szeretném nektek bemutatni a Seven Days to Die játékhoz készített játékmagyarításom telepítését és használatát. A játék még alfa verziós, ezért nagyon sűrűek a verzióváltások. A telepítő programot úgy írtam meg, hogy egy keretprogram fogja végezni a magyarítást, és az aktuális verzióhoz tartozó magyarítási csomagokat is abban tudjátok letölteni, és abban tudjátok telepíteni. A lenti linkről töltsétek le a magyarítási keretprogramot, ezt a zip fájlt, letöltés után futtassátok a benne lévő exe fájlt, ami már maga a keretprogram. Indításnál egyből jelzi, hogy még nincs telepítve a magyarítás a gépünkre, és szerezzük be a hozzátartozó nyelvi csomagot, amit a letöltés gombra kattintva tudunk megtenni. Tehát Dropbox-ról fogjuk tudni letölteni az aktuális csomagot, én ezt már megtettem, úgyhogy én nem töltöm le még egyszer. Telepítési gombra kattintva válasszuk ki a letöltött magyarítási csomagot. Ha jó verziójú csomagot töltöttünk le és jó verziójú játékhoz telepítjük, akkor ez a képernyő fog minket fogadni. Kis türelmünk, hogyha van, akkor telepítés befejeződik és egyből kírja, hogy melyik verzióhoz telepítettük az aktuális csomagot, és tájékoztat, hogy kapcsoljuk be a magyarítási nyelvet. Tehát a magyar nyelvet bekapcsoljuk, és a játék könyvtárából a Days to Die Exit indítva indíthatjuk el a játékot, de nem az EAC védelem ellátott Exit indítsuk, mert a magyarítás még nem támogatja az EAC. Jó, csak a sima Exe fájt. Jó, indításnál látszik már, hogy a magyarítás telepítése sikeres volt, de azért betöltünk egy elmentett játékot is, a játékban megjelenő szövegeket is leellenőrizzük. Itt még látható, hogy angol nyelven jelennek meg nyomógombok, ezek még abban a fájlban vannak, aminek még nem készült el a magyarítása. Jó, pár dologra ránézek, de a magyarítás játékon belül körülbelül már olyan 98%-os állapotban van. Apróbb hibát, ő a tárgyak nevében nem jelenik meg, de viszont az előugró ablakban már látható, sőt, mi több rákeresésnél is már lehet ékezetekre keresni, és csőgomba például már megkereshető, megtalálható, legyártható, viszont a nevében még nem látható az ékezet, hát gondolom a későbbiekben majd ezt is javítják, ám ezért nem bennük mérget. Jó, kezelő felületek is nagyjából magyarítva vannak, pár szöveg még nem magyarul jelenik meg, de teljes mértékben használható már a magyarítás a játékhoz. Jó, akkor tételezzük fel, hogy most szeretnénk fölmenni egy EAC védett szerverre, akkor kilépünk a játékprogramból, és átállítjuk a játékot angol nyelvűre, angol nyelv beállítva. Itt most már tudjuk indítani a védelemmel is a játékot. És most már látható, hogy angol nyelven töltődik be. Tehát EAC védelem ellátott szerverekre is föl tudunk már jelentkezni. Én most nem jelentkezek föl, hanem ugyanezt a játékot betöltöm még egyszer, és megnézzük, hogy az összes szöveg ismét angolul fog-e megjelennie vagy sem. De itt látszik, hogy teljes mértékben visszaállítódott a program angol nyelvre. Most sem minden angolul jelenik meg. Kilépünk, és végül, hogyha úgy döntünk, hogy nem szeretnénk a magyarítást tovább megtartani a számítógépünkön, akkor ezt teljes mértékben eltávolíthatjuk róla, hogyha a törlés gombra kattintunk, de itt még megjegyzem, hogyha esetleg az utolsó nyelv a magyar volt, amit éppen használtunk, szeretnénk törölni, akkor vissza kell állítani előbb a nyelvet angolra, és csak utána fogja engedni a program törölni. Törlésnél biztos törölni akarja, a magyarítás eltávolítva. Innentől kezdve a magyarítás nincs telepítve a gépünkre, hisz letöröltük
üzenet jelenik meg, hogyha ismét szeretnénk visszarakni, és le van töltve az aktuális magyarítási csomagunk, akkor a telepítés gombra kattintva ismét föltelepíthetjük, és ismét használhatjuk a programot. Hát röviden ennyi volt, jó játékot mindenkinek, Lupius voltam.